Póktól? Hát itt dolgozott egy pókottal lehet. Igen, és mi van, ha megcsinálom? De ott van a válladon is egy, most nézem. Pont a Józsikán hallott. Förcvány Ciluka, itt van Egonkám Józsika, és egy elég csinos hölgyecske. Várjál, hogy nézzük meg őt. Jó, jó, nagyon jó néz ki, így van. Oké, mehetsz. Beváltál. Jó, bocsánat. Jó, jó, itt, tehát nem ismer. A következőnél meg lehet, hogy jön a... Itt van egy vágy, ne idegeskedj, odafigyelj Cilukára. Flóra nem bírt vele. Hát pedig előtte meg láttad a videót. Én nem tudom, mit csinált vele ott. Jó, Überke, lesz itt egy kör. Szegényként fáradt, de hát... Igen, mert ő ide jön, itt nem el... itt lovagol egyet, ezerre tűz vissza a lovasiskolába, ott van 14 ló, kis csikó, kis csődike, amivel lesznek még majd gondok, amikor éves lesz, kis huncut. Úgyhogy az meg nem áll este, hát 10-ig, nem vicc, 42 kilós kislány. Na, csak mondom. Meg nem áll 10, nem mese. Lovastáborok, egyebeket csinál, innen tőlünk különben másfél kilométerre. Ja, várt a lovasiskola. Szóval itt elviccelődünk, mi délután ledőlünk, lalala. Hát ő nem. Na, mi volt itt? First Mind, Markaz, Józsika. Jó reggelt! First Mind, Józs, mindig beleköszönnek itt a videómba. First Mind, Józsika, Markaz, Pavel Csődi, így van, és Tomcsika, azt hiszem. Amúgy jó reggelt kívánok mindenkinek. Szikrázó, csodálatos, szép csütörtökünk van. Izgalommal telítve, 4,5 hét múlva magyar derbi. Izgalom nem kicsit. Itt vagyok, be vagyok kötve már, le vagyok sérülve, de inkább én, mint a lovak lennének. Ám bár most kis Redikének az a patanyomásszerűje van. Úgyhogy majom már megint a doki. Jó lenne, már túl lenne, már nyergelnénk őt. Jó kis ló ráadásul. Na, jó. Reméljük helyre jön. Elég itt az önmutogatásból. Sokan azért törlik a videó nézéseimet, néha meglátják a fejem. Ez elriasztás. Kiképzés, ki bírja, ki nem. Na jó, meg olyan jó kedvem nincs. Vagy nem tudom. Jani barátom hív. Mindjárt visszahívom. Hát szépen el van ott az a kanca. Hátul. Ugye négy csődike van. Tehát First Mind Józsika csodálatosan megy. Ügyes ez a lány. First Mind Józsika, Markaz Ciluka, Pavel Csődike és Tomcsika. Az is gyönyörűen megy. Hát én nem, a hétfő lovagolt ez a Dóra lány, nem tudom, hogy mi volt vele itt kedden. Bekent résztek, szépen várom, aztán csak egy jött. A következőt kéne organizálnunk, behoznánk a három kancát, és mennénk egy másik helyre egy pár lóval. Jó, majd kitalálom. Hát ez a Józsika olyan gyönyörűen megy, hogy öröm nézni. Na, nézd meg. Palinknak nem fekszik. Mi van, Józsika meg már menne? Szépen el volt Miki drága. Ügyes kislány ez. A 42 kilójával hozni. Ám bár most olyan hülyén dobtam föl, leszakadt a kezem a 42 kiló alatt valahogy. A Jancsikánk volt. Na jó, az volt, azt a lehetett kerültem, amikor föl kell dobni. Behúzta a ló hasa alá a láb, én nem tudom. Én még ilyen bénán valakit földobni, ahogy őt lehetett. Palkó, a nagy padikot be kéne hoznunk. Jó. Nagyon szépen, komolyan dolgozgat, ugye? Jó, Zsika. Jó. Marki, nem fáradt? Nem fáradt? Nem. Jó, főleti. Na, milyen szépen el voltatok. Hát nem is tudom, na, nem ért, na mindegy, nem. Ez van. Nagyon szépen ment. Hónap előbb szólj, Anyus, azért partnert adnék hónap. Ezt mehetne egy kicsikét most már valamennyi, vagy hát... Jó, tudom.
Hát figyelj, mindjárt jövő héten augusztus 2-a. Hallasz? Tessék? Hát azért mondom, hogy jövő hét vasárnap már 2-a, így mondtam. Hát marhára megy az idő.